Sziasztok, Bozzi vagyok. Mai Siegfried Lajnos videót hoztam nektek, amelyben a főszerepet Tivadartót és Master fogja játszani. Egy E25-ös szakaszról beszélünk. Ez a tank szerint a játéknak az egyik legocsmányabb, undorítóbb, mocskosabb, pimaszabb tankja. Én személy szerint csak csótánynak hívom. Gyors, nagyon jó az álca értéke, elég jó DPM-mel rendelkezik, ilyen 3600 körülivel. Nagyon sokkal több adatot nem fogok én most erről a tankról mondani, mert ez a replay nem arról fog most szólni, hogy itt nektek mindenféle adattal súlykoljam a fejeteket, hanem inkább arról, hogy egy ilyen szakasz hogyan tudja megnyerni szinte a meccset, majd meglátjátok a végén. Lehet látni, hogy Master elment oda a középső rész potolni, illetve Tivadartót ide az egyes sor környékére, ahol a medek, illetve a light tankok szoktak felbukkanni. Egyelőre itt az egyes soron senki nem jelentkezik, viszont Master sikeresen felspotoltott középen a 34-85-öt és bele is vitte egy találatot. Ebből a pozícióból viszont Tivadartót oldalba tudja nagyon szépen majd szedegetni. Így van. És látjátok, hogy mennyire jó a tanknak az álca értéke. Bár talán ehhez az is hozzájárul, hogy az egyes óra úgy néz ki az ellenféltől, senki nem jött. Ebből a pozícióból viszont ott a várnak az elejét egész jól meg lehet lövöldözni. Közben Master egy kicsit visszavonult, hogy a spot leessen róla. És nézzétek, Tivadartót elindul. És itt azért már látni kéne valakit. És ki van ott? Egyedül csak egy arti. Aki hősésen nézi a várost, részbe kap, már nincs is mit tovább néznie. Ezzel meg is van Tivadarnak az első fregje. Közben Master visszavonulót fúj. És megindult Tivadartót felé. Közben Tivadartót szedegeti gyönyörűen a 34-85-öt, aki ott a kis domb mögött el tudott bújni. Viszont az arti szépen ki is tudta szedni, így segített nekünk. És Tivadartót még mindig nem derítődött fel. Látjátok, innen ebből a pozícióból gyönyörűen be lehet esetleg lövöldözni azokat a tankokat ott. Most az éppen alá ment egy kicsivel. Tivadartót folytatja tovább az előrenyomulás, Master megérkezett már mögé. És felbukkant a második arti. Hát ugye általában ezek a sarkok az arti kedvenc arti helyek. Tivadartótról lepattant egy. És már is megvan a második fregje, amiből mind a kettő arti volt. És nézzetek, milyen jó a... Milyen kicsi ez a tank? Nem lehet meglőni szinte. Mire a Dickermont föl tudna úgy bújni, hogy célzás föl tudjon venni, addigra már nincs életereje. Miért jó egy szakasszal így menni? Na most kicsit szerepet cseréltek. Eddig Tivadartót ment előre, most Master veszi föl a spotolos pozíciót, és itt jön elő az igazi szakasznak az ereje. Nézzétek! Master meglövi egyszer, és igazi szakasztáshoz hűen meghagyja Tivadartótnak a harmadik artit is, mivel már kettőt kilőtt, így meg lesz What in Fun csak B-verő medálnak emlegetett paszkucsi medálja. Most megint Tivadartót megy előre, és Master próbál hátulról segíteni. Lehet látni, hogy itt a városban lévőket gyönyörűen tudja lövöldözgetni abból a pozícióból van Master. A Pantherban túl sok HP már nem maradt. És Tivadartót folytatja tovább az előrenyomulást. Itt azért már kicsit óvatosabban kell menni, mert itt már azért elég sok enemy van. Ott egy Tiger, aki Tivadartót innen lő, Master amonnan, gyönyörű. Szegény Tigrisnek túl sok lehetősége nincs. És ki is végezték. Master ezzel megszerezte az első killt, Pantherba 4 HP maradt, persze az RNG vele van, így ezt most nem tudtuk megszerezni.
viszont felbukkant a CDC, akiben gyönyörűen bele tudott lőni a Tivadar, viszont ő is kapott egy párat. És ha most nem jön rá segítség, akkor itt lehet, hogy Tivadar tótunk bajba lesz. De viszont megérkezett Master, és most ő megy előre, figyeljetek csak! Fölvállalja azt a szerepet, hogy ő lefoglalja a CDC-t, míg Tivadartót elbújik és le is rammolja a Master. Ezáltal begyűjtött egy kamikáze medált. Hát túl sok már nem maradt az ellenfélből, ideig 6 killnél jár a mi kis szakaszunk. Ugye ott van egy T-34-2, ez lepattant Tivadartótól. Ez most már betalált. És mi részbe kap, majd valaki lövöldözik, addig Tivadartót egy gyönyörűen kiszedik. Masternak ezzel megvan a harmadik killje. Már csak az a 4 HP-s Panther maradt hátra. Hát azt meg viszont kivégzik majd a csapattársak, mert oda már nem fogunk odaérni. A szakasz ezzel a csatával kiosztott több mint 5000 damage-et, lett 7 killjük, megszerezték a paszkucsit, ugye Tivadartót részéről, illetve a nagykalibert, összeszedtek még kamikáze medált is, ugye Master, hogy lerammolta a CDC-t, illetve összeszedtek egy fakart, azaz testvériség medált is. Köszönöm a figyelmet, Bodzi voltam, sziasztok!